Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves honfitársaim! A Magyarok Világszövetsége rendezvényén nem másért jöttünk össze, mint a 15 évvel ezelőtt történt kettős állampolgársági népszavazás ürügyén. Kedves honfitársaim, mielőtt elkezdjük rendezvényeinket, hagyományainkhoz híven, kérem, hogy énekeljük el a himnuszt és a székely himnuszt. Kedves barátaim, hát ez egy komoly évforduló, azt gondolom, ez a 15. évforduló. Hát ma, megmondom őszintén, én is a világhálón azért lógtam valamennyit, és hát szomorúan láttam, hogy nagyon-nagyon gyászos bejegyzések tömegével találkoztam. Nem csak a Facebookon, Twitteren, mindenféle oldalon, cikkekben. Ami számomra elképesztő, és remélem, hogy mindnyájunk számára, akik ebben akkoriban részt vettünk 2004-ben, hasonlóképpen gondolkodnak. Hát miről is van itt szó? Kedves barátaim, 2004. december 5-én tudomásul kell venni, hogy az igenek győztek. Az, hogy a törvények olyanok voltak, amilyenek, és ez nem volt ügydöntő erejű, ez egy más kérdés, kedves barátaim, de ez nem gyásznap. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan, hogy mondjam, fordítva ülnek a lovon. Ugye a Trianont lassan már úgy tünteti föl, egyes körök úgy tüntetik föl, mint egy nemzeti összetartozás napja,
ami pedig igazán a nemzeti összetartozás napja kéne legyen, 2004. december 5-e, arra pedig úgy tekintünk, mint Trianonra, mint egy gyászra. Hát kedves barátaim, fordítva ülnek a lovon, nagyon sokan ebben az országban, én azt gondolom. Kevés olyan sikertörténet van az úgynevezett rendszerváltás óta, mint ez. Itt igenis győzött a Magyarok Világszövetsége kezdeményezése, ugyanis ma a külhoni magyar állampolgárok, azok léteznek, velünk vannak, együtt szavaznak velünk, és részt vesznek, hál' Istennek, az ország életében. Kedves testvéreim, engedjék meg, hogy szólítsam első felszólalókat. Azt hiszem, hogy nem kell különösképpen őt bemutatnunk. Hazafi minden cselekedete ezt az országot építi. Kérem, fogadják szeretettel Budaházi György barátunkat. Isten hozott minden magyar testvért, aki eljött ezen a hideg decemberi napon ide a Kossuth térre. Szerencsére annak idején azért többen gyűjtöttük az aláírást, mint ahányan itt vagyunk, mert többen nem jött volna össze, nem láttunk voltokben. De az volt a fontos igazából, nem az, hogy mi most itt összegyűltünk, vagy nem gyűltünk össze, hanem igenis, amit... Hát én itt, hogyha azt kell mondani, hogy kik itt képviselem, mondjuk az utcai kampányban részvevő embereket képviselem, akikkel annak idején tényleg nagyon sokat dolgoztunk, és ahogy a Gyuri mondta, tulajdonképpen győzelemre vittük ezt az ügyet. Tehát én kétszer... Jó lesz így. Én két kampányban vettem részt. Ugye az egyik az volt, amikor gyűjtötték az aláírást, hogy legyen népszavazás, a másik kampány az volt, hogy a népszavazás, mikor kiírták, ugye meg muszáj volt, akkor hogy az embereket biztassuk, hogy menjenek le és szavazzanak igennel. És mind a két kampányban leöntötték az autómat kromofággal az ellenlábosok, és csak a saját eszközénket, a saját időnket, saját pénzünket használtuk, tehát mindenféle segítség nélkül. És azért azt kell mondjam, hogy igaz, hogy mondjuk az akkor még létező MIÉP, meg a Fidesz úgy támogatta az ügyet, tehát nem volt elne, sőt a maga módján megnyilatkozott az igen mellett, de nem nagyon kampányolt, én emlékeim szerint egyik párt sem, úgy igazán, hanem ezt igazából civilek csináltuk, lelkes hazafiak, és ezzel a semmilyen eszközzel, semmilyen támogatással, és ugye ne felejtsük el, hogy az akkori állam, ugye Gyurcsány Ferenc, ugye, Gyurcsány Ferenc, az akkori állam... Nem lehet arra a tényre mit mondani, hogy ez az ember, aki már tényleg akkor is volt ilyen alkoholista, amilyen most kezd lenni, a látható szereplései alapján, hogy ez még mindig politikai szereplő Magyarországon. Erről nem lehet mit mondani, hogy ez micsoda botrány, de most erről ne beszéljük, hanem gondoljuk vissza, hogy milyen ellenkampányt folytatott akkor ellenünk a magyar állam, Gyurcsány Ferenc az élem, és az ellenszéllel szemben sikerült győzelemre vinnünk az ügyet. Ugye 23 millió román majd ide költözik meg, ha emlékeztek erre, hogy mi ment. És én azt mondom, hogy igenis győzelemre vittük az ügyet, azt is, hogy kiirattuk a népszavazást, és a népszavazást is tulajdonképpen megnyertük, csak sajnos a jogszabályok akkor, hát azok nem tőlünk függtek, azok azt mondták, hogy nem elég az, hogyha a népszavazásra résztvevő állampolgárok többsége szavaz valami mellett, hanem annak ki kell tenni az összszavazó polgárok 25%-a plusz egy főt, azt nem sikerült annyi embert mozgósítanunk, hogy ez összejöjjön. Na de hát ilyen nulla eszközökkel, ilyen ellenszéllyel szemben ne csodálkozzunk. De egyébként nekünk el kellett fogadni, hogy jogszabályok szerint nem lett ügydöntő a népszavazás, csak érvényes, és ugyan győzött az igen, de nem lett ügydöntő. Na de a parlamentnek én emlékeim szerint kötelessége lett volna ezek után az akkori törvények szerint ezt az ügyet tárgyalni, ha jól emlékszem. Attól függetlenül, hogy nem volt ügydöntő, de mivel érvényes volt, kellett volna vele foglalkozni. De én úgy emlékszem, hogy abszolút nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Tehát ő rájuk egyébként a saját törvényeik, a politikusokra úgy látszik nem voltak érvényesek, csak virág már akkor is. Ez nagyon, nagyon szomorú. És már csak egy szomorú dolog volt ennél, amikor ennyi munka és végül is egy sikeres kampány után a határúti magyarokkal találkozva az utánövő években rendszeresen megkaptam, hogy mint magyarországi magyar, hogy elárultatok minket, meg minden. Hát ez rosszul esett. Hát úgy hiszem, hogy nagyon sokan dolgoztunk, az ügyet megnyertük,
És végül egyébként 2010-ben meg is kapták az állampolgárságot nagyon helyesen, és egyébként a mai kormány is arra hivatkozott többek között, hogy ez a népszavazás is kimondta, hogy annak idején, hogy legyen meg az állampolgárság, és ez egy hivatkozási alap lett, amiért mi dolgoztunk, tehát úgymond révbe ért az ügy. És akkor ezt hallgattunk ott csomóztól, és nekem ez rosszul esett, és mindig meg is mondtam nekik, hogy elgudjatok, de hát ez egy győztes dolog volt, és akkor ez nem egy vesztes dolog volt, ez nem más kérdés, hogy egy hazáruló hatalom volt, és nem sikerült a magyarországi magyar állampolgárokat elég nagy számban meggyőznünk. Mert egyébként még ők sem árulták el a határon magyarokat, az akkori magyar állampolgárok, mert ha elárulták volna, akkor elmegy oda, mit tudom én, a szavazóknak az 50-60%-a, és ráigszer egy nagy nemet, hogy nem kellettek. De nem mentek el. Akkor fújt a csapból is, hogy itt jön a 23 millió román, mit tudom, elveszi a munkátokat, vagy az egészségügyi ellátást, nem tudom, és azért a magyarok elbizonytalanodtak, mert nem voltak jól tájékoztatva, és nem védeni akarom az embereket, de azért gondoljuk bele, hát az átlagember nem olyan jól informált, mint mi, akik így elkötelezett nemzetiek vagyunk. Ezt hallotta, hogy ez nekünk rossz lesz, hát annyira mégsem volt be az ember, hogy elmenjen a határon magyarok ellen nemet húzni, inkább nem ment el. Tehát ez még mindig nem olyan gusztustalan, mintha elment volna és nemet mond. És azért ilyen szempontból, tehát még azt sem lehet mondani, hogy a többi ember, aki nem vett részt a népszavazáson, az elárulta volna a magyarokat, mert valójában nem ez történt. Tehát én azt mondom, hogy igenis úgy emlékezünk rá, hogy egy nagyon fontos ügy volt, nulla eszközzel, győzelemre vittük, a történelem minket igazolt, mára megvalósult, hál' Istennek, most már nem kell ezzel foglalkoznunk, úgyhogy akkor már csak két mondat arról, hogy mivel kell foglalkoznunk, mert most megint előttünk áll egy ugyanilyen feladat, ugye ez a bizonyos Trianon 100, a nyakunkon van ugye a jövőre már a 100. évforduló, és most már 2 éve megy az aláírásgyűjtés Trianon fölvizsgálatáért, na most ez ugyanígy, ez még talán kilátástalanabb ügynek tűnik most. De egyébként az is annak tűnt az elején, de megcsináltuk. Tehát szerintem nekünk az a dolgunk, hogy ezeket katalizátorként, ezeket az ügyeket vigyük. Igenis kell ezt nyomni, mindegy, hogy mit mondanak a politikusok. A politikusok azt fogják csinálni, ami a helyzet megkövetel tőlük. Mi csináljunk helyzetet. És most már pontosan nem tudom, hogy hol tartunk, mert sajnos az elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztam, és nem volt időm, előtte benne voltam az aláírásgyűjtő kampányban, de biztos, hogy a 300 és az 500 ezer között vagyunk. Verekedjük fél munkat ezzel legalább egy 500 ezer aláírásig, és akkor rájunk oda a nagyvilág elé, először is a magyar kormány elé, hogy most már valamit reagáljon erre, itt a 100. évforduló, szép a barátság, meg jó az a V4-ek, meg mit tudom én, de hát az együttműködésnek nem lehet az az alapja a szomszédos országokkal, hogy mi fülünket, falunkat behúzunk, és nem beszélünk arról, hogy bocsánat, de az a mi földünk. Mert most már sikerült úgymond Trianonban az elcsatolt emberállományt visszaszereznünk, mert megkapták a magyar állampolgárságot a testvéreink, ezzel tulajdonképpen az emberállomány újra egységbe került a magyarsággal. De a földünk még nem került egységbe, aminek ugyanúgy meg kell történni, legalábbis egy jelentős részben biztos. Mert az a mi földünk is. Hát az nem csak a határon túli magyarok földje, az övék, a kert, meg a ház, meg a lakás, amiben laknak. De a föld, a hegy, a völgy, a folyó, az mindannyian ti, az tőlem is elvették, meg tőletek is elvették, mert az is a magyar föld. Tehát ezt igazából úgy érzem, hogy nekünk ez lesz a következő évben a feladatunk, hogy ezt a szintén kilátástalanító ügyet vigyük, ha nem is sikerre, de indítsuk el úgy, hogy majd amikor sikerre fog ez a dolog jutni, mert biztos, hogy egyszer el kell jusson oda, különben nincs igazság a földön, és különben a magyarságnak nincs jövője, ha ezt nem verekedjük ki, igenis ki fogjuk verekedni, én hiszek benne, és akkor el lehessen mondani, hogy na ugye ezt is azok kezdték el, akik a kettős állampolgárságot is, és megvolt a prófétaság bennük, hogy látták, hogy ez a dolog sikerre vihető, mert történelem kereke fordul, mindig jönnek új szelek, de az új szelekbe csak azt tud belekapaszkodni, akinek van vitorlája, mert már ezt megcsinálta. Azért kell most dolgoznunk, hogy mi már készek legyünk arra, amikor olyan helyzet teremtődik, akkor belekapaszkodni az új szerekbe, és segítségük ennek segítségével megnyerni ezt a csatát. Úgyhogy ebbe kérek mindenkitől közreműködést a jövőben. Köszönöm. Kedves honfitársaim, most szólítom a Felvidéki Országos Tanács elnökét, a Magyarok Világszövetsége volt elnökhelyettesét, Fuchs Sándor urat, akit különösképpen köszöntök születésnapi alkalmából, hiszen ma van a születésnapja. Fogadjuk szeretettel!
Jó estét kívánok mindenkinek. Hát valóban szép napon születtem. Olyan napon, amikor a magyar nemzet egy olyan tettet vitt véghez, mely méltó ahhoz a optimizmushoz és ahhoz a reményhez, hogy lesz újra közös hazánk, lesz újra magyar haza. Én a rendszerváltás után egy pár évig a felvidéki magyar politikában dolgoztam. Az együttélés politikai mozgalomnak voltam vezetőtitkára egy időben, addig, ameddig nem egyesült a három magyar párt, mert az egyesülés idejében már világos volt, hogy olyan szándékok próbálják a radikális, nemzeti radikális irányelveit az együttélés politikai mozgalomnak megpuhítani, amelyek sajnos a mai napig is bizonyítják, hogy föladták a felvidéki magyar politikai pártok és mozgalmak azt a célt, amit annak idején megfogalmaztunk, hogy önrendelkezésre van szüksége az elcsatolt magyar területek magyarságának. Ki kell alakítaniuk azt a keretet, amelyben újra szabadon élhetik meg a magyarságukat, és ez csak is felvidéken akkor egy autonóm nemzeti terület megalakításával volt lehetséges. Sajnos elmúlt lassan 30 év, és inkább sajnos tapasztalnunk kell, hogy a gondolataink sem olyan merészek, mint annak idején voltak. Én akkor, 15 évvel ezelőtt kapcsolódtam be a Magyarok Világszövetsége munkájába. Otthon felvidéken láttam azt, hogy készül itt valami, és gondoltam, hogy minden magyarnak becsületbeli kötelessége, amennyit tud, annyit segítsen ebben a népszavazás előkészítésében. És nem voltam csalódott, és a barátaim se, hiszen látták azt, hogy az az ocsmány kampány, amely próbálta a Magyarország lakosságát lebeszélni arról, hogy segítő kezet nyújtson a határon túli magyaroknak, ezen kampány ellenére ez az eredmény dicséretre méltó és nagyszerű volt. Most 15 év után úgy látom, hogy nekünk is, a mi generációnknak, a fiatalabbak felé újra meg kell mutatnunk, hogy tudunk és akarunk tenni annak érdekében, hogy ők már egy boldogabb Magyarországon élhessenek. Ez a cél lebeg előttem is, Trianon 100. évfordulójához közeledve, mert valóban csak attól lehet elvenni valamit örökre, aki nem követeli vissza, és nem gondol állandóan arra, hogy ami az enyém volt, ha nem is az enyém, de az utódaimai mindenképpen kell, hogy legyen. Olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy édesapám és édesanyám is megélte 1938-at, édesanyám 8 éves kislányként, édesapám nem sokára bevonult a Horthy hadseregben, és a háború végéig végigharcolta azt, és egész életében a magyar hadseregben, honvédseregben eltöltött évei biztattak minket is, fiatalokat, hogy az az időszak, amit ők oly nagy szeretettel éltek meg, és olyan nagy örömmel gondoltak vissza, egyszer majd a mi részünk is lesz, a miénk, gyerekeinké vagy az unokáinké. Én bízom benne, hogy a harcunk sikeres lesz, örülök, hogy eljöhettem önök közé, örülök, hogy biztatást kapok én is mindig, mikor itt járok, igaz magyarok között Budapesten, hogy otthon gyerekeimmel, unokáimmal folytathassuk ezt a harcot, és sikerre vigyük. Isten áldja önöket! Kedves honfitársaim, és most szólítom az erdélyi magyarság nevében az erdélyi országos tanácsunk elnökét, Gábor Ferenc urat. Róla annyit kell tudni azért, hogy és nagyon sikeres író manapság, és nagyon sokat köszönhetünk neki az írásaiban. Többek között ő az, aki a Körös-Tárkányi magyar mészárlást felkutatta,
az áldozatok névsorát összeszedte. Egy szó mint száz erről a sajnálatos dologról az ő könyvén keresztül nyerhetünk információt. Fogadjuk szeretettel Gábor Ferenc urat. Jössett már a kedves magyar testvéreim, tisztelt sorstársaim, amint a felvezetőben is elhangzott, ugye Erdélyből jöttem, Körös-Sárkányból. Egy olyan településről, mely valamikor Magyarország egyik gyepüje volt. Csak most, ugye nem Magyarország egy gyepüje, hanem a magyar nemzet kulturális, illetve nyelvi gyepüje nálunk. Meddig? Addig, amíg ti és önök magyarok még itt Magyarországon. Mert addig érdemes ott állni a gyepűn és védeni a végvárakat, amíg itt Magyarországon magyarok élnek. Hogy magyarok élnek, arról megbizonyosodtunk 2004. december 5-én is. Amikor a Magyarok Világszövetsége, ugye a Patrubány Miklós elnök indítványára ugye elindította, illetve megszervezte az aláírásgyűjtést a magyar állampolgárságért. Ottani köröstárkányi gyepőrök megszenvedték azt, hogy mindig kiálltak magyarságukért. Ugyanúgy, ahogy megszenvedte a Magyarok Világszövetsége is, azt, hogy feltétel nélkül felvállalta a magyar állampolgárság kiharcolását a határon túl rekedt magyarok számára. Nyilván ugyanúgy, mint a köröstárkányi gyepőrök, ugyanúgy a Magyarok Világszövetsége sem várt semmiféle dicséretet, díjat, ellenszolgáltatást ezért. Ez annak kapcsán is jut eszembe, ugye, hogy az ajándékozások idejét éljük. És látjuk és halljuk, hogy különböző intézmények, személyek díjakat kapnak, dicséreteket kapnak. Nyilván pénzt is a magyar államkasszából. Magyarok Világszövetsége egy forintot sem kap. És mégis teszi a dolgát. Elismerés sem kap, és mégis teszi a dolgát. Soha senki nem köszönte meg neki, hogy igenis kiharcolta azt, hogy a határon túli magyarok magyar állampolgárságot kapjanak. Én itt, ezen a helyen szeretném megköszönni Patrubány Miklósnak, Magyarok Világszövetsége elnökének, a Magyarok Világszövetsége vezetőségének, és nem utolsó sorban nektek, kedves magyar testvéreim, ők kiáltatók aláírás gyűjteni értünk. Erdélyi magyarként, erdélyi magyarként köszönöm ezt meg nektek. Kedves magyar testvéreim, annyiszor elhangzik, ugye, hogy 2004. december 5-e egy sorsfordító volt a magyarság életében. Nyilván az volt, mert sok minden rámutatott. Ugyanúgy bízok benne, hogy a Trianon ellenes aláírás gyűjtés is egy sorsfordító, illetve egy forduló ponthoz viszel bennünket újra. Egy olyan forduló ponthoz a nemzet életébe, amelynek ti is részesei, illetve eszközei vagytok. Mert ugye újra kimentek aláírás gyűjteni, nem számít, hogy milyen időben, hol és mikor. Én bízom abba, hogy ti, akik magyarságotokért teszitek a dolgotokat, önmagatokért, mert magyar ember az, aki kiáll a magyar értékekért, bízom abba, hogy eljön az idő, amikor viszonyítási alap, amikor példa lehettek, nem csak a következő nemzedékeknek, hanem a mai élő magyar embereknek is. Adja az Isten, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kedves barátaim,
most szólítok egy olyan honfitársamat, akit szintén nem kell túlságosan bemutassak. Országgyűlési képviselő volt, az egyik legtöbbet felszólaló képviselő volt a Magyar Országgyűlésben. Nemzeti jogvédő, azt hiszem, hogy nagyon sokunkat ő mentett ki a slamasztikából a Gyurcsányi országkáromlás idején. Azt követő időszakban is fogadjuk szeretettel dr. Gaudi Nagy Tamást. Kedves honfitársaim! November 9-én nemrégiben egész Európa mámorosan ünnepelte a berlini fal leomlását, ami Németországot ketté vágta. Ez a berlini fal leomlott, és egész Európa ott örömködött pezsgő durogtatással, Európa és a világ vezetői egymás vállát veregették, és a német vezetőrek gratuláltak a történelmi esemény alkalmából. Nekem azért szöget ütött a fejembe az, annak a fájó hiánya, hogy Európa vezetői a magyar egyesítés ügye kapcsán vajon ugyanezt az örömmámort és lelkesedést mutatják-e. Ennek kapcsán írtam egy pár sort, ezt most felolvasom. A 30 éve felszámolt berlini fal után mikor omlik már le végre a hazánkat csonkoló trianoni fal? Egész Európa szétszakított Németország 30 évvel korábbi újraegyesítését ünnepelte. A Magyar Királyságot 99 és fél éve a trianoni gúnyhatár fallal darabolták szét. A magyar újraegyesítést, a trianoni rabbilincsek széttörését vajon mikor fogja Európa ünnepelni? A mai nagyhatalmak már tudják, hogy Európa békéje és stabilitása és az európai életforma megőrzése érdekében a magyar újraegyesítés elkerülhetetlen. Itt akár be is fejezhettem, mert úgy érzem csúcsra értem, de azért el kell mondanunk ugye azt, hogy ez magától nem fog megérkezni. És azzal zártam ezt a legutóbbi soraimat, hogy tegyünk meg együtt minden tőlünk telhetőt a magyar igazság és a magyar önrendelkezés érvényesítése érdekében. Engem is meglepett, hogy például ezt a pár sort milyen sokan olvasták el. A közösségi oldalamon 3 hét alatt több mint 110 000 tekintették meg. Átlagos hozzászólásaimat vagy írásaimat 4-5-6-7 000. És ugyanígy van a Magyarok Világszövetsége és Országos Trianon Társaság által kezdeményezett trianoni nemzeti konzultációval, amely szintén nem várt lelkesedést és népszerűséget élvez, és amelynek folytán immáron, ha jól tudom, bár nem akarom elnök úr elől elvinni a sót, majd ő elmondja, hogy hogy állnak az adatok, de hát több százezer, sok százezer aláírás gyűlt össze. A trianoni diktátum szétzúzását kezdeményező magyar kormányzati fellépés érdekében. 15 évvel ezelőtt, ezen a napon valóban történelmi népszavazás volt, történelmi hatású és történelmi eredményekkel járt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy részt vettem ebben a folyamatban Magyar Világszövetségének a jogi szakértőjeként, majd az Országos Választási Bizottságban delegált képviselőjeként. Kellett ugye közelharcot vívnunk mindannyiunknak az utcákon a jogi eszközével mindenfajta olyan hazaárulás és ármánykodás ellen, amelyet az akkori hatalom tanúsított. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a gyalázatos nemre buzdító plakátokat nem átallott a rendszer Székelyföldön nyomtatni. Az a Bangóné szerepelt a Lehet nemet is mondani, a Felelős nem című plakáton, aki most itt az országgyűlésben a elődeink méltatlan utódjaként teszi, amit tesz, és patkányozik, és folytathatám a sort. De hát ne velük foglalkozzunk, hanem azzal a feladattal, ami előttünk áll,
és azt gondolom, hogy mára világossá vált egyébként a magyar politikai elit jobbik része számára, ugye a jobbik szót itt már ugye nem a pártra kell értenünk, hiszen ez a jobbik az már jobb létre szenderült, az a jobbik, ami valaha még valami nemzeti értéket jelentett, de világosan látta, és ezt a magyar miniszterelnök is elmondta, a miniszterelnök helyettes is pár éve, hogy ez a népszavazás, ez a népszavazási kezdeményezés elengedhetetlen feltétele volt, történelmi feltétele volt annak, hogy itt az országház falai között 2010 májusának végén megszavazhattuk együtt a magyar állampolgárság kedvezményes kiterjesztését, ha úgy tetszik, visszaadását az elcsatolt magyar nemzetrészeken élő honfitársaink számára. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Világszövetség és minden jó akaratú magyar polgár akkori munkája és erőfeszítése végül is e tekintetben eredményre vezetett és különös megtiszteltetés volt, hogy ott a házfalai között bent lényegében a Magyar Világszövetsége képviseletében is felszólalhattam, akkor vezérszónokként, és köszönthettem a pulpituson, illetve a nézők, hallgatóság között Papribány Miklós elnök urat, illetve néhai Rácz Sándor elnök urat, mindannyiunk kedvelt Sanyi bácsiát. És hát ez a munka immáron most folytatódik, ahogy Budázi Gyuri is említette, itt van egy újabb feladat, egy újabb aláírásgyűjtés zajlik, és én nagyon remélem és bízom benne, hogy az azóta folyamatosan, ha úgy tetszik, változó és a történelem leckéjéből egyre jobban tanuló magyar kormányzat egyre inkább maga is rájön, mint ahogy ezt én már megelőlegeztem, hogy a nagyhatalmak is, hogy Európa békéje és stabilitása és a magyar kormányzat szempontjából a magyar megmaradás elkerülhetetlen eszköze az, hogyha a trianoni diktátumot szétzúzzuk, újra tárgyaljuk az együttélés feltételeit a Kárpát-medencében, azokkal a nemzetekkel, népekkel, akikkel egyébként sorsközösségben vagyunk, mert sorsközösségben harcolunk velük együtt a globalizmus, a multikulturalizmus ármányával, nemzetvesztő hatásával szemben. De egyet nem lehet tenni. Nem lehet úgy együttműködni a szomszédos népekkel, hogy az igazságtalanság orvosolatlan marad, és nem lehet úgy együttműködni egyetlen egy nemzettel sem, hogyha eltűrjük, hogy magyar testvéreink elnyomott, megalázott sorban éljenek. Nekik is jár az önrendelkezés, és a magyar önrendelkezés jegyében követeljük együtt, hogy vesszen Trianon. Köszönöm a figyelmet! Kedves honfitársaim! Ismét egy olyan embert fogok szólítani a színpadra, szónoknak, akit azt hiszem, hogy nem kell különösképpen körülírni, hogy kicsoda is. Ő egy kultúrmissziót végez, szakács, de ugyanakkor ötvös tárgyakat készít, régi magyar tárgyak másolatát. Nem utolsó sorban ennek a trianoni petíciónknak az egyik kezdeményezője. Fogadjuk szeretettel Nyers Csaba urat! Nagyon köszönöm, hogy meghallgattok engem. Én mindig bíztam abban, hogy aki ebbe a házba, a parlamentbe, az ország házába belép, annak a szívében ott van Trianon, és a lelkiismeretében ott van Trianon. Várunk erre, hogy megszólaljon a lelkiismeretük, és tegyenek a hazáért, mert mi soha nem felejtünk, és soha nem fogunk beolvadni egy megszálló hatalomba se. A három dologgal szeretnék, hogyha együtt a hatalom felé fordulnánk. Az egyik dolog, hogy az ami aláírásunk összegyűlik, hogy méltán a nemzetközi bíróságok felé forduljanak. A második dolog, hogy foglalkozzanak a magyar őstörténetnek a feltárásával,
mert sajnos nem foglalkoznak méltóképpen a magyarság múltjával. Harmadik dolog az, hogy legyen állami kézben Trianon Múzeum. Tudjátok azt, hogy a Várpalotai Múzeum milyen kézben van? Tudjátok? Magánkézben van. Hát az állam nem vette, hogy mondjam, nem szólalt meg nekik a lelkiismeretük, hogy legalább egy Trianon Múzeum legyen Budapesten, vagy valahol Magyarországon. Ne hagyjuk a hatalmon lévőket, hogy így hallgassanak. Igenis, vegyük rá, kényszerítsük rá őket, hogy foglalkozzanak ezekkel a szempontokkal. Köszönöm szépen nektek, hogy meghallgattatok. Kedves barátaim, és most szólítom a Magyarok Világszövetsége elnökhelyettesét, Bottyán Zoltán urat a színpadra. Azt hiszem, hogy mindnyáján ismerjük az ő tevékenységét. Nemzetstratégiai ügyekben rendkívüli dolgokat tett. A magyar nemzet meghatározásától kezdve sorolhatnánk a trianoni petíció, aláírásgyűjtés és minden olyan nemzeti ügy megfogalmazásánál részt vesz a Magyarok Világszövetsége munkájában, ami ugye az ő, hogy mondjam. Annyit kell még róla tudni, hogy volt a Trianon menet, ugye, ami nyáron itt üdvözöltük szintén a parlament előtt. Ő maga is személyesen részt vett ezen a meneten, ugye annak ellenére, hogy azért ő nem mai gyerek, és végigcsinálta ezt az utat, úgyhogy gratulálunk neki innen is. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit a Magyarok Világszövetsége napján, a magyar nemzet oszthatatlanságának a napján. 5 évvel ezelőtt a 2004. december 5-i népszavazás 10. évfordulóján döntött úgy a Magyarok Világszövetségének elnöksége, hogy ez ennél jobban nem tudjuk kifejezni sem azt, hogy a Magyarok Világszövetségének fennállása óta legjelentősebb tette a kettős állampolgárságról szóló népszavazás megszervezése, és úgy, ahogy az előttem szólók mondták, sikerre vitele. De nem csak ezért volt ez fontos, hanem azért is, és ezt fejezte ki a nap megnevezésének a második fele, tudnilik, hogy a magyar nemzet oszthatatlanságának a napja, mert ekkor már 10 évvel a népszavazás után látszott, hogy tovább folytatódik az a tragikus folyamat, ami a második világháború óta a legnagyobb veszélyt jelenti a magyar nemzetre. Először történik meg az általam ismert történelemben a második világháború után, hogy egy magyar ellenes magyar államot hoztak létre ugyanazok az erők, amelyek az első világháborúban szétdarabolták a magyar hazát, és minthogy ez nem volt elég, mert a magyar haza kezdett feltámadni, meg kellett szüntetni a magyar hazát, és azóta a magyar nemzet és a magyar állam külön utakon jár. Tanuljunk meg kicsik lenni, tanuljunk meg nem magyarok lenni, internacionalisták lenni, globalisták lenni, és így tovább. Tűnjünk el, úgy, ahogy Márai Sándor mondja ismert versében, miért nem
pusztult el, ahogy kérték. Miért nem várta csendben a végét? Hát nem akar. Azért, mert nem akarjuk. Mert soha nem nyugodtunk bele, és nem fogunk bele nyugodni. Nem nyugszunk bele. Így van. Úgyhogy ez a nap kifejezi azt is, hogy abba sem nyugszunk bele, hogy június 4-ét a magyar összetartozás napjává nyilvánítsák. De már az sem elég, hogy nem az összetartozás napja, mert már összetartozás kifejezésre jutott a népszavazásban. Kénytelen volt az a párt is elismerni, kormányra jutva, amelyik igazából nem támogatta a népszavazást, mert nem volt olyan magyar politikai párt. És ebben jut kifejezésre az, hogy a magyar állam és a magyar nemzet külön utakon jár. Nem volt olyan parlamenti párt, amelyik mellénk állt volna, és hirdette volna, hogy álljatok a Magyarok Világszövetsége mellé, és gyűjtsétek együtt az aláírásokat, és gyertek el mindannyian szavazni. Minden párt a maga politikai pecsenyejét sütötte. Ha lett volna olyan magyar parlamenti nemzeti párt, amelyik teljes gőzzel kiáll mellettünk, elsöprő lett volna a népszavazás eredménye. Ezért lehetett megjátszani azt, ugyanazt, mint amit Trianonban játszottak meg, akkor is azt mondták, nem kell népszavazás arról, hogy hogy szakítjuk szél Magyarországot, mert akkor nem lehet szétszakítani. A Lisszaboni szerződés is úgy jött létre, hogy nem kell figyelembe venni a népszavazást. A népszavazás veszélyes, mert hiszen a népfelségre hivatkozunk. El kell sumákolni azt. Ez történt a kettős állampolgárságról szóló népszavazással is, ezzel állunk szemben ma is, mint ahogy azóta se köszönte meg senki. Sőt, nem, többet mondok, nem csak nem köszönte meg, mai napig mondják ugyanazok, ez a kettős beszéd a mai hatalom részéről. Egyrészt elmondják, hogy enélkül nem lenne külvonni állampolgárságuk a elszakított magyaroknak, ugyanakkor azt mondják, hogy nem követhetett el nagyobb bűnt a Magyarok Világszövetsége, mint ennek a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnak a megszervezését. Az országgyűlés elnöke nagy nyilvánosság előtt mondta ezt ugyanabban az évben, amikor törvénybe emelték a kettős állam, a külvonni magyaroknak adandó könnyített állampolgárságot. Most a Trianon elleni harc, a Trianon 100. évfordulójának az évében 99. évfordulóján azt a reményt adja nekünk, hogy ugyanaz az erő, amelyik az első lépést megtette a kettős állampolgársággal a nemzetegyesítésben, a haza egyesítése felé is megteszi a döntő lépést, és mint ahogy akkor, ahogy mindannyian azt terjesztették, hogy a Magyarok Világszövetségének a bűne, hogy gyásznappá fordította a nemzeti egyesítést, akik most ugyanúgy elhallgatják és félreteszik a Magyarok Világszövetségének ezt a kezdeményezését, ugyanúgy kénytelenek lesznek egy napon törvénybe iktatni azt a harcot, amit mi vívunk a magyar haza újrateremtéséhez. Mert haza csak ott van, ahol állam és nemzet együtt van. Ahol az állam nem akarja tudomásul venni a nemzet igazi akaratát, úgy, ahogy Gaudi Nagy Tamás mondta. Nem lehet úgy testvérien együttműködni, se a szocialista internacionalizmusban, se a V4-ekben, hogy az igazságot nem hozzuk napfényre, nem szögezzük le egyértelműen, mert a magyarság nem tud élni se igazságtalanságban, se a nemzeti értékeknek az eldobásával, sem pedig azzal a megbélyegzettséggel, amiben napról napra találkozunk. Nem mondhatunk ezért másat, mint azt, hogy Veszprém Trianon. Ez a térkép, ami itt van előttünk, hogy néz neki Franciaország egy trianoni döntés után,
Trianonon, vagy Franciaországon végighaladva vonzotta a szemeket, emberek gyűltek körénk, mindenütt kifejezték a szimpátiájukat, és nem csak az utcai emberek, hanem polgármesterek is, képviselőtestületek is. Úgyhogy bízunk benne, hogy az emberek, akikhez eljutunk, mellénk fognak állni, és velünk fogják mondani, vesszen Trianon, igazságot a magyarságnak, igazságot Európának. Köszönöm szépen! Vessen Trianon! Kedves honfitársaim, remélem, hogy a Csonka határok is majd úgy omlanak össze egykoron, mint ez a molino itt a hátunk mögött. És remélem, hogy mielőbb. Szeretettel szólítom most azt az embert, aki nélkül egészen biztosan nem lenne a külhoni magyaroknak magyar állampolgársága. 7 nappallá téve dolgozik a Magyarok Világszövetsége élén, most már több mint 2 évtizede elnökként. Fogadjuk szeretettel Patrubány Miklós elnök urat, a Magyarok Világszövetsége elnökét. Kedves magyar testvérek, köszönöm, hogy végigálljuk ezt a hideg decemberi estét. Itt voltunk 15 évvel ezelőtt is, azon a fájdalommal teli estén, amikor az eredményeket kihirdették. Itt voltunk rá egy évre, 3-4-500-an. Itt voltunk az 5. évfordulón, itt voltunk a 10. évfordulón, itt vagyunk az 15-en is, és úgy gondolom, hogy ez a december 5-i népszavazás minden tragikus kicsengése ellenére mégiscsak meghozta azt a fájdalmasan megszült gyümölcsöt, ami a magyar nemzet eszméléséhez vezetett, és ami mögött, ami biztos ott van amögött is, hogy Magyarországon én már lassan 10 éve egy nemzeti kurzusú politika zajlik. Ebben ezért hideggel dacolva úgy döntöttünk, hogy minden 5. évfordulón kivonulunk ide a Kossuth térre, és itt emlékezünk meg erről a népszavazásról. Talán azt azért most már 15 év múltán, és mindennek az ismeretében, amiről itt ma nagyszerű kis rövid beszédekben hallhattatok, kedves testvéreim, azt most már tagoltan ki kell mondani, hogy azért is vagyunk itt, hogy emlékeztessük a magyar kormány és az országgyűlést arra a kötelességére, hogy 15 éves sunnyogás, mellébeszélés után tagoltan ki kell mondaniuk, hogy a Magyarok Világszövetségének 15 éves harca nélkül, ami 1995-től 2010-ig tartott, ma sem volna külhoni magyaroknak magyar állampolgársága, ma is be kellene érniük holmi magyar igazolvánnyal, aminek a megvalósítása el is kezdődött. Tehát kevesen tudják is ezen a napon és ezen a helyen el kell mondanunk, hogy 2007-ben, 2 év türelmi idő után elindítottuk a második népszavazást ugyanarra a kérdésre. Ugyanarra a kérdésre, amelyik a népszavazáson szerepelt, és amelyik kérdést a történelmi hitelesség kedvéért most elmondom, Galdi Nagy Tamással 2-en fogalmaztunk meg, miután az első kérdésünket, ahogy az Országos Választási Bizottság elé tártuk, elutasították. Ilyen-olyan kifogásokkal, akkor ültünk le 2-en, és fogalmaztuk meg úgy ezt a kérdést, hogy lényegében a kérdés minden szava mögött egy-egy törvényi fogalom állott, úgyhogy ebben már kifogást találni nem tudtak. Nos, ugyanezzel a kérdéssel, hajszára pontosan, ismét egy második népszavazást kezdeményeztünk, biztosak lehettünk abban, hogy ezt már elsöprő fölénnyel fogja megszavazni a magyar társadalom. Igen ám, de keresztbe tett ennek a szándékunknak az Alkotmánybíróság, amely a törvénytelenségek halmazatával, az alkotmány sértő mulasztások halmazatával
tudta elérni azt, hogy 2010-ig 3 éven keresztül késleltette az aláírásgyűjtés megkezdését mindenféle ürüggyel és kifogással, míg nem végül 2010-ben megszületett az állampolgársági törvény, és megkönnyebbülten felsóhajtott az Alkotmánybíróság, és elmondta, hogy na most már akkor elutasítjuk a Magyarok Világszövetségének második népszavazási kezdeményezését, mert okafogyottá vált. Pedig, és elfogadtuk mi is, pedig nem vált okafogyottá, és egy 15. évfordulón ezt is ismét el kell mondani, hogy mi nem ugyanazt a kérdést tettük népszavazás tárgyává, amit a kormány javaslat, vagy 5 országgyűlési képviselő javaslatára az országgyűlés törvényerőre emelt. Mi a magyaroknak, a magyar nemzetiségű embereknek kértük a könnyített állampolgárság megadását, nem pedig mindenkinek, akinek valaha magyar állampolgár felmenője volt, azoknak is, akik elvitték az országunkat, 2/3-át. Ha most magyarnak, magyar állampolgárságot igénylének, mondja magát, és egy kicsit beszéli a nyelvet, akkor ő ugyanúgy megkaphatja az a szlovák, vagy román, vagy akármilyen nációjú, aki az országunk 2/3-át elvitte a magyar állampolgárságot, mint ahogy azok a magyarok, akik 100 éve megszenvedték a kisebbségi létet. Tehát, kedves testvéreim, ismétlem, december 5-e van, el kell érnünk, hogy az országgyűlés és a kormány tagoltan kimondja és elismerje, hogy a Magyarok Világszövetségének ez a 1995-től 2010-ig tartó harca nélkül talán ma sem lenne magyar állampolgárság. És hogyha ezt az igazságot kimondja a magyar társadalom, akkor jön el az a pillanat, amikor talán minden energiánkat a jövő felé fordíthatjuk, és a Trianon megdöntésének ügyébe szentelhetjük energiáinkat, mert mindaddig, ameddig ez nem történik meg, addig egy olyan ingoványos talajt tudunk a lábunk alatt, amiről nehéz elrugaszkodni, amiről nehéz ilyen harcokat megvívni. És ahhoz, hogy mindaz, amit itt az előttem szólók valóvá válhassék, ahhoz, hogy ez megtörténhessék, Trianon megdöntése bekövetkezhessék, a magyar nemzet eljuthasson egy nemzeti felkelés állapotába Trianon ellen, ahhoz viszont van egy hatalmas akadály, amit el kell hárítanunk a saját utunkból. És ez az a törvény, amelyet 2010. június 4-én fogadott el az országgyűlés, amelyik Trianon napját a nemzeti összetartozás napjává hazudta. Minden nap érzékeljük, hogy ez a legnagyobb akadály abban, hogy ma már 1 millió ember aláírta volna a Trianon elleni petíciót. És ez a legsúlyosabb fék, hiszen egyszerűen lefegyverző. És eddig nem volt elég érvünk, hogy meggyőzzük a magyar politikumot, hogy ezen változtatni kell, ezt a törvényt meg kell változtatni. De talán most már közelebb kerültünk egy lépéssel hozzá, hiszen a minap a román parlament valamely bizottsága már megszavazta azt, hogy Trianon napja Romániában ünnepnap lesz. Na majd akkor fogózzunk meg, kedves testvéreim, amikor az elcsatolt területek államai nemzeti ünnepként ünneplik Trianon napját. Mit tesz majd Magyarország? Akkor velük ünnepli a nemzeti összetartozás napját? Micsoda abszurd helyzetbe kergette az országot és a nemzetet ez a törvény, és ezzel a törvénnyel az országgyűlés. Hát századszor mondom, lehetne a zsidóknak azt mondani, hogy a holokauszt az a zsidó újjászületés forrása? Hát micsoda abszurdum, hogy a nemzet szétszaggattatásának a napját, a nemzet összetartozásának napjává hazudják. Mindaddig, ameddig ez a szétszaggattatás fennáll, és szedi áldozatait. Hiszen az elcsatolt területeken a magyar, ott élő magyarság megfeleződött, miközben az ott élő többségi nemzet megháromszorozta a lélekszámát. Hát ez népirtás, amelyik nem csak akkor volt nemzetgyilkossági kísérlet, hanem népirtás, amelyik a mai napig tart. És ezt nevezzük nemzeti összetartozás ünnepének? Nemzeti összetartozás napjának? Hát nem. Kedves testvéreim, használjuk ki
ezt a mostani fagyos együttlétünket arra, hogy Trianon megdöntésére szövetkezzünk, de azt megelőzően elérjük azt, hogy az országgyűlés ezt a törvényt még a jövő esztendő, még a századik évforduló előtt megváltoztassa, és az igazságot kimondva vagy gyásznappá, vagy nemzeti emléknappá nyilvánítsa Trianont. Mert ameddig ezt meg nem teszi, addig a magyarság nem tud úgy talpra állni, hogy valóban Trianont megdöntse. De amint ez megtörténik, úgy semmi nem fog minket már visszatartani abban, hogy saját nemzetünket elhozzuk abba a lelki állapotba, amikor majd meg tudja vívni a saját maga jövőjét, a harcot. Vesszent Trianon! Vesszent Trianon! Vesszent Trianon! Vesszent Trianon! Kedves honfitársaim, végezetül konklúzióként azért mindenképpen azt el kell mondjuk, hogy kettős állampolgársági népszavazás nélkül ez a nemzet egysége semmiképpen nem valósulhatott volna meg. Ma nem lennénk ezen az úton, amin ma vagyunk, hogy a nemzet egységét ne csak állampolgárságban mérjük, hanem akár a határok megváltoztatásával, vagy annak az igényével fejezzük be. Kedves barátaim, engedjék meg, hogy mielőtt a szózatot elénekeljük, mindenkit szeretettel lássunk, vagy invitáljunk a Magyarok Világszövetsége székházában. Egy szendvicsre és egy pohár borra. Szeretettel látunk mindenkit a Semmelweis utca 1-3-ban. És most kérem, hogy végezetül énekeljük el a szózatot. Köszönjük szépen a részvételt ezen a fagyos adventi december elejé napon, és akkor a székházba találkozunk. Ezennel bejelentem, hogy rendezvényünk véget ért. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Trianon az emberiség létének a kulcsa.